A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Megvártuk, míg elmegy a mentő, ne szirénázzon. A halottos kocsik hangját meg nem lehet hallani. Az már nem siet. Te haltál meg színpadon, gondolom, nem egyszer. Sokszor. Mennyire élted azt át? Hát volt sok helyzet. Most legutóbb éppen a legfrissebb bemutatóm az júniusban volt, vendégként játszom Lír király szerepét a Katona József Színházban, és hát Lír király a dráma végén meghal. Ez is egy friss élmény, de tulajdonképpen nem elalszik, hanem beszél, és a szava megszakad. Így lenne jó, így lenne szép meghalni. Igen. Volt olyan, amikor Julius Cézárt játszottam. Julius Cézár a címszerepe a Shakespeare műnek, de a darab közepén őt megölik. Viszont amikor a szenátusban a szenátus tagjai halálra döfik, akkor a teteme még ott marad, és fölötte, az addig gyűlölt diktátor fölött elkezdenek hajba kapni, összeveszni, a hatalmon osztozkodni azok, akik addig egyek voltak, hogy a diktatúrát el kell söpörni, de abban a pillanatban mindenki hihetetlen önző, egyénné, hatalomvágyó énné válik, és egy irgalmatlan 20 perces nagy összecsapás a teteme fölött. Ez nekem rendkívül tanulságos volt minden előadás alatt, hogy tulajdonképpen elképzeltem, hogy milyen is ez, amikor, ha megadatna egy ilyen egy embernek, hogy az életműve fölött egyszer csak elkezdenek az emberek beszélni, és már egészen más minőségben is. És egészen tudná. Más. Igen, igen, és hallaná. Tehát rendkívül ironikusan és rendkívül szórakoztatóan figyeltem minden áldott este, hogy hányféle emberi lény van, és Shakespeare milyen zseniálisan tudja megragadni a különböző érdekeket. És ennek még nem volt vége, mert és akkor még halott most, utána, amikor már elhúz onnan mindenki, akkor még a Brutus egy ilyen nagy fémasztalon még halott mosdatást csinál, és felöltöztette. Szóval egy döbbenet, legalább egy fél óra, tehát színészi feladatként, komoly színészi feladat volt, a halott Cézárt ábrázolni, és ezzel még nem volt vége, mert itt volt a szünet. És szünet után föl van ravatalozva a nép előtt, és fölötte ugye Antonius megtartja a csodálatos beszédét, hogy temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni, és ez egy nagyon hosszú jelenet, nem csak egy monológ, tehát ott kiterítve úgy létezni, hogy közben azt a lélegzeted nem látszik, a tested teljes mértékben úgy van leszedálva belülről. Tehát ez is a színészi létezésnek egy olyan, a koncentrációnak egy olyan foka, hogy nem történhet velem semmi. Tehát a neutralitás magas fokán koncentráltam, ott kell. Na most az az érdekes, hogy te megélted tulajdonképpen a halálokat. Rengeteg halálom volt. És szerintem, hogyha jól játszod a darabodat, akkor te annyiszor meghaltál. Ez így is van. Hogyha te már ennyiszer meghaltál, akkor te vagy az egyetlen, idézőjelben mondom, élő tanulja, hogy milyen meghalni.
Igen, de tudod, a halál az olyan, az igazi halál is. Milyen? Az igazi halál is olyan, amit még nem éltem át, de a színpadi halál, de pont olyan, mint maga az élet. Hogy az életet pillanatról pillanatra éljük. Mi most itt beszélgetünk, és miután befejezzük az interjút, akkor én elindulhatok, és lehet, hogy nem tudom még, de lehet, hogy meg fogok botlani ott a kapu küszöbén, és lehet, hogy hasra esek. De az is lehet, hogy találkozom valakivel éppen, de most, hogy én veled beszélgetek, még nem tudom, hogy fogok találkozni veled. Vagyis azt szoktam mondani, különösen akkor, mikor milyen könnyű olvasni a történelemkönyvben, és befejeződött a második világháború. De lehet, hogy egy órával azelőtt, vagy egy perccel ezelőtt, még emberek kiszolgáltatva, lehet, hogy éppen a halálnak kiszolgáltatva, vagy éppen a meghalásba, állapotába jutnak, de még nincs vége. Tehát nem tudható semmi előre, hanem minden jó, ez pillanatról az élet. Pillanatra történik, és ugyanígy akár lehet, hogy most lefordulhatnék a székről. Jó, még várj anélkül, egy kicsit. De anélkül, hogy tudnám világos, azt, hogy világos, ez megtörténik. Jó, most az vagyis élet... én csak a mesterségemről beszélek, a mesterségem pedig a mindennapi emberi létezésnek a titkait kutatja folyamatosan, és tulajdonképpen valóban kísértjük minden este egy-egy ilyen dráma esetében, például, mint a Lír király, vagy a Julius Cézár, de mondhatnám a Homburg hercegét, vagy mondhatnám a Rómaius Júliát, vagy akármit is írtam, csak hogy kitágítva a szélesre a drámatörténet palettáját, hogy állandóan azt kísérti a színész, hogy a lét és nem lét határán mit jelent létezni. Vagy Don Carlost, azt is játszottam, és értem, és tovább. Figyelj, te fogtál már testet, amiben már nem volt lélek? Képzeld el, én 50 éve élek Budapesten, előtte 18 éves koromig tulajdonképpen ibrányi lakos voltam a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírségben, egy nem kis település, ma már kisváros, tehát egy dinamikusan fejlődő, élni akaró emberekkel tele település, amit én nagyon szeretek, a szülőföldemet nagyon szeretem. 14 éves koromig folyamatosan ott éltem, utána 18 éves koromig debreceni diák voltam, és 18 éves koromban fölkerültem Budapestre, és az én rajongott városom is. És szerelmetes. És ez a halott testről városom. Hogy jutott na eszedbe? Na most onnan jutott eszembe, hogy gyerekkoromban én egy tradicionális, majdnem mondhatom azt, hogy még a feudális körülményeket őrző életkörülmények között nőttem föl. Szüleim pedagógusok voltak, tehát a szűk családi léten, ha tetszik, a lakásunkon belül egy értelmiségi millióban, szép könyvtárral, apám hegedült, magyar történelem szakos volt, anyukám is, apukám is, tehát egy irodalom, művészet szerető, zene szerető, filmet szerető, színházat szerető, tehát egy rendkívül kíváncsi, és hogy mondjam, az apollói világ vett körül, de ha kiléptem a lakásunk ajtaján, akkor az úgynevezett dionűszoszi világ, vagyis a természet közeliség, a természet törvényei által meghatározott élet vett körül minden pillanatban. Vagyis? Az én nagyszüleim parasztemberek voltak, az anyukám révén, apám révén kispolgárok, iparosok, mesteremberek. Akkor még az én gyerekkoromban a családok több generáció élt, épp az imént fölfestett életkörülményeknek köszönhetően együtt. Még tehát otthon élt... minden generáció... nem teherként éltek együtt, hanem megvolt a szociológiai, a családon belüli szerepe,
a fiatalabbak, a gyerekek azok születtek, iskolába jártak. Az idősek meg meghaltak. A felnőttek azok dolgoztak, az idősebbek pedig dadáskodtak, elvégezték a házi. Tehát folyamatosan volt szükség volt majd rájuk. Majd otthon haltak és meg. És otthon a saját ágyukban kezüket fogta a családtag szeretettel, gyöngétséggel, de ugyanúgy, ugyanabban az ágyban is születtek az emberek. Világos. Tehát a születés... Volt olyan, hogy te fogtál egy ilyen kihűlő kezet? Nem, de otthon ravatalozták fel a házban, uh-huh. Tehát alkalmam volt már kicsi gyerekként is. Azért kérdezem ezt. Halott embert látni. Most akkor elmondok egy példát, hogy az óvodánk az a település központjában volt, ott volt a postameste, a posta, ott volt a tanácsháza, és a postás néni a családunknak, a postamesternő, Urai Klári néni nagyon jó barátja volt az apukámnak, és ő eltávozott. Én ilyen kis 5 éves lehettem, és tudtam azt, hogy virrasztanak ott körülötte, és otthon van kiterítve a saját lakásában. Az óvoda szomszédjában volt a lakásuknak, és én anélkül, hogy szóltam volna bárkinek, fogtam, kimentem a kapun, de mert jártam máskor is náluk, beszaladtam. 5 éves kisgyerekként. Ott volt a csókolom, ott ültek körülötte asszonyok, nem férfiak, csak asszonyok, csak oda mentem, megnéztem, olyan, mint Klári néni, csak alszik, gondoltam én, és aztán fogtam magam, és visszamentem. De ennek, tehát én nem tudtam, hogy tehát érzelmi dimenziója nem volt, nem hatolt belém, hanem láttam a Klári nénit, úgy lehet utoljára, de később sem foglalkoztatott. Volt, nincs. De van olyan emlékem is, hogy úgy temették háztól az ott elhunytat, hogy a szomszédasszonyok összejöttek, és megfürdették az eltávozottat. Például emlékszem, a nagyszüleim szomszédjában, a Jóska bácsi, az asszonyok megmosdatták, de egy csomó szomszédasszony összejött, még a körmét is lenyírták, a lába körmét is lenyírták, fölöltöztették szépen, és fölravatalozták. Ott volt a virrasztás, ez általában elkezdődött délután, és akkor az éjszakában menve, de akkor az asszonyok ültek, imádkoztak, zsoltárokat énekeltek, és egyszer csak megérkeztek estére már a férfiak is. De a férfiak tulajdonképpen alkohol nélkül nem tudták volna elviselni ezt a virrasztást, és van ilyen emlékem, hogy bent a lakásban az asszonyok virrasztanak, kinn a férfiak isszák a pálinkát, és közben pedig mulatnak, énekelnek, és még arra is emlékszem, hogy kiment egyik asszony, és rászólt a férfiakra, hogy csendesebben nem szégyelitek magatokat, oda bent fekszik egy halott ember, és akkor ti pedig itt ilyen jókedvűen mulatjátok az időt, holott valahogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas ez, hogy, hát, hogy tulajdonképpen... Vannak kultúrák, ahol mulatnak, ahol ünnepelnek. Ugyanezek a férfiak, mielőtt odajöttek volna, kimentek a temetőbe, és megásták a sírt közösen ennek az eltemetendő jó embernek, aki távozott az élők közül. Másnap az udvaron, ha jó idő volt, ott volt fölravatalozva, az udvar föl volt szórva sárga földdel, homokkal, friss homokkal, hogy az olyan legyen, mert nem lehetett gazdasági udvar volt elsöpörni sok-sok mindent, de az ugye olyan volt, minthogy olyan tényleg ilyen szakrálisan ünnepi lenne, ott volt kitéve a koporsó, jöttek a gyászoló és az utolsó útjára elkísérni akaró emberek, végső búcsút vettek tőle, és akkor képzeld el. A mi lakásunk közvetlenül... Hogy törnek elő belőled az emlékek? Minden emlékezem. A mi lakásunk közvetlenül a templom mellett volt,
És addig húzta a harangozó a harangot, de egyszerre mind a hármat, amíg a háztól elindulva, ahol az imént említetted, hogy viszont a halottas kocsi az nem víjog, meg nem rohan, ló befogva a halottas kocsi elé, és a halottas kocsi elindult a halottas háztól, és addig kellett húzni a harangot, amíg ki nem ért a temetőbe. Az igen hosszú út, mondjuk, ha lassan halad a ló, mögötte halad a gyászmenet, az bizony legalább egy olyan háromnegyed, egy óra, amíg kiér, mert a falu szélén, vagy akkor még falu szélén messze kint volt a temető. Csekemiska bácsinak hívták a harangozót, és mi gyerekek ott játszadoztunk sokszor a templomkertben, mert olyan füves, szabad, meg nem zavart senki, által nem zavart hely volt, és gyakran kérdezte, hogy gyerekek, nem jöttök segíteni nekem? És képzeld el, velem is előfordult. Jaj, dehogy nem, hát ez nagy kaland volt fölmenni és húzni a harangot, megtanította egyrészt, hogy hogy kell, hogy mindig úgy kell húzni, hogy engedni, hogy húzod, és akkor átlendül, és visszalendül. Tehát a kötelet len kell tartani, mert ha csak húzod, akkor mindig félre, akkor félreértik az embernek, ha félrevelik, akkor tűz van. És a három harang az rendkívül fárasztó volt. Miskovácsról szakadt a veríték. Nagy harang, középség harang, kicsit. Mi meg befogtuk, két kicsit húzhattuk, mi, ő meg a nagyot, és a jutalom, tudod, mi volt? Utána fölállhattunk, mert egy magas pereme volt az ablak alatt, a templom ablakába, és akkor elnézhettél messzire. Az nagyon magas volt a templom torony, és akkor mi is, mert ő ott állt mindig, és onnan nézte a templom ablakából, hogy hogy halad a gyászmenet. Odáig, lám, milyen munkás dolog a halál is. De meg egy, igen. Hogy mondjam, tehát van egy csomó praktikus része, és szakrális része, ami egy ilyen kulturális közegben az megkerülhetetlen. Na és akkor az előfordult olyan, hogy volt, hogy csak ment, mi egy földút mellett laktunk az Ady Endre utca 34-es szám alatt, és tehát nem volt kövezve semmi, de ott haladt mondjuk el előttünk, és már halljuk, mert akkor énekelnek az asszonyok, és akkor megy a gyászmenet és minden, és közben akkor azért is, mert kiállnak az emberek és nézik, hogy ott megy. Gondolnak, ők is elköszönnek gondolatba, lehet, hogy nem olyan közeli, de a kúton, ahova mentek közösen, a kúton, csak találkoztak boltba, akárhol, és egyszer emlékszem rá, hogy egy ilyen dologra emlékszem, ment egy gyászoló család közvetlenül a halottas kocsi között, mögött és mögötte meg még a gyászoló menet, és az asszony nagyon-nagyon keservesen sírt. És megkérdeztem anyukámat, aki ő mellett ott álltam, és néztük ezt a gyászolót, hogy anyukám, miért sír ez a néni, amikor mindig tudtuk, hogy verte, bántotta a férje, akit éppen temettek. És akkor anyukám odafordult, és azt mondta, azért, kisfiam, mert rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül. Tehát most úgy néhány emlékem fölvillant, na de ez a tradíció, ez tulajdonképpen azzal a generációval, aki még a háború utáni, aki még hozta tulajdonképpen azt a feudális közeget, de ugye a háború után a nagybirtokrendszert elpusztították, az urakat elkergették, de az emberek belseje, az akár pozitív, vagy akár negatív, tehát ugye az úr-cseléd viszony jellemezte tulajdonképpen évszázadokon keresztül ezt a világot, tehát ez a fajta kulturális fejlődés, illetve szocializáció, ez azért a közösségből nehezen tud kikopni. Bizonyos generációk, amikor a biológia törvénye szerint tehát meghaltak, elmentek, akkor
akkor nagyon lassan talán átalakul, de sok minden. Például ez, hogy ma már a halál higiéniai kérdéssé silányult, ha tetszik, minél messzebb eltolni a személyességből, valahol messze, kórházban, öregek otthonában történjen meg, jaj, a gyerekeknek nem szabad, mert akkor nagyon nem jó. Én emlékezem rá, János, hogy a szüleim, ha valaki ismerősünk meghalt, kézen fogtak, már gyerekként is, és az egész család kiment kézen fogva a temetőbe. De ugyanúgy emlékszem rá arra is, és ezt mindig nagyon fontosnak gondolom most is, hogy beszélünk a halálról, hogy ha valahol egy rokon gyerek született, vagy egy közeli ismerősünk, barátainál, oda is elmentünk, meglátogattuk a kicsit. Ott még szoptatta az anyuka, anyám főzött, nem tudom én, jó kis gyengelevest, kis galamblevest, ami a legfinomabb, és az élet erő, meg nem tudom, minden, mentünk, néztük, hogy jól van, nem tudom mi. Sőt, képzeld el, hogy ahogy volt halottitor a temetés után, ahol aztán ettek, ittak az emberek, és megemlékeztek, de jókedvűen, hogy ki milyen volt az az ember. Hazamentek a temetőbe, és akkor ott volt, főztek, a vacsorát adtak, inni adtak a hozzá közel álló embereknek. Jókedvűen fölemlegették, hogy milyen nagyszerű ember volt, emlékeztek erre, meg emlékeztek arra. És ugyanígy, amikor megszületett egy gyerek, azt is megünnepelték az emberek. Egész. Tehát ez mégis, hogy mondjam, tehát ez egy, hogy mondjam, egyfajta kulturális folyamatnak a végét csipte még el tulajdonképpen. Egész ifjúkorodat meghatározza nyilván az a fajta szemlélet, amiben fölnőtt, de mégiscsak 50 éve pesti ficsúr vagy. Ez így van. És távolodott tőled a természetesség, a természet, talán a születés is, de a halál mindenképpen. És egy kicsit szeretném, hogyha most a te halálodról beszélnénk, a te félelmeidről. Nincsenek félelmei. Mi ez? Teljesen természetesnek tartott? Képzeld el, hogy 1987 óta tanítok a Színművészeti Egyetemen, és tulajdonképpen én folyamatosan fölnevelem az utódaimat, mégpedig csodálatos nagy élmény nekem ez, hogy most 34 éve tulajdonképpen, most másodéves a mostani újabb osztályom, és visszamenőleg az első osztályomban például többek között Alföldi Róbert is növendéken volt. Most csak akarom mondani, hogy úgy hirtelen, ha úgy megképződik előttetek, hogy és közben pedig a Vígszínházban, a környezetemben, a kollégáim, azok most is egy olyan, a Szerelmek Városa Vígszínházi próbájáról jöttem, azokkal játszom együtt a színpadon, akik a növendékeim. Márpedig, hogyha van utód, akkor a te életed meg van hosszabbítva. Nekem ha valami értelme van az életemnek, akkor az, hogy nem csak a személyes emberi attitűdömet tudtam átadni, hanem egy hivatást tudtam. De most megkerülted a kérdésemet, nem, a félelemről kérdeztem. Nem félek a haláltól. Ahogy elmondtam, tehát én az magam idejében nagyon szeretek benne lenni, jó, így, ahogy most is vagyok, 68 éves vagyok, ha úgy tetszik, ilyen köröket tudok vonni az életemen belül, hogy mindig úgy, ahogy a kis fészekből, hogy tágul a világ egyre jobban, és hogy tudom magamhoz ölelni, vagy hogy ölel magához ez a világ, amit én nagyon szeretek. Én nagyon szeretek. De minél jobban szeretünk valamit, annál nehezebben hagyjuk ott. De jó benne lenni. Benne lenni, jó, de... Jó, én minden, koránkelő vagyok, képzeld el, de kicsi gyerekkorom óta
Ahogy a nap föl kell, én is kelek föl, ülök ki a kertbe, nézem. De aki ennyire szereti az életet, az nem fél ott hagyni? Mit féljek? Hát ez a jó, itt egy csomó mindent itt hagytam. Most képzeld el, a múlt héten az Őrségben barátaimmal tölthettem egy hetet, és minden nap bicikliztünk egy ilyen pikerszer egyik csodálatos kis eldugott házában. Lakhattam egy hétig. Csoda. És hatalmas nagy élmény volt a természetnek a közelségét megélni, mindenestől a csillagoseget, a hajnalokat, az alkonyokat, a csöndeket, és minden nap ilyen csillagtúraszerűen hatalmas nagy bicikli túrákat tettünk a barátainkkal együtt, és oda akarok konkludálni, hogy ősgyepek, tehát mélylegelők és fantasztikus tölgyerdők, fenyves erdők között kanyarok, kacskaringózik a bicikli út, és megállva belefelejtkeztem abba a csodába, hogy tulajdonképpen nem nyúlnak hozzá az erdőhöz, képzeld el, János, hanem, de olyan értelemben sem, hagyják, ha kidől egy fa, egy öreg fa, akkor az korhadjon ott el, ha lehull egy ág, hulljon le, korhadjon el, mert az táplálja, az a televény, az adja tovább a táplálékot a fölnövekvő sarjaknak, élteti a fákat, és lesznek. Több száz éves fák vannak ott, lenyűgöző, hogy... Te is hogy egy milyen... ilyen televény vagy. De ez csodálatos. Tehát hogy menj? Az ember, ebben én gyerekként ebben nőttem fel, ebben szocializálódtam, hogy a természetnek törvényei vannak. Tavasz van, nyár van, ősz van, tél van, minden évszakot imádok. Születünk, meghalunk. És ez a törvény. Én erről beszélek a tavasz. Az anyatermészet az a legnagyobb hatalom, az parancsol, az úgy történik minden. Az ember mahinálhat, csinálhat így, ahogy úgy, akárhogy. Hát annyira mulatságossá tette az egész nagy, az egész világ nagy hatalmaskodóit, hogy itt van, megjelenik a természet egyik produktuma, ha tetszik ez a vírus, és gesztikulálhatnak, kaszabaszálhatnak, hatalmaskodhatnak, akkor is azt mondja a természet, hogy na öcsém, hát akkor mi van? Hol van a te hatalmad? Sehol. Ennyi. Semmi. Vagyis az igazi, az örök törvény, az ott van benne, magában a természetben. Csak az a veszedelmes, és akkor ide konkludálok a halállal kapcsolatban, hogy manapság rengeteget beszélnek ugye az ökoszisztémáról, meg arról, hogy meg kell menteni a természetet. És soha nem beszélnek arról, hogy ennek a természetnek, az anyatermészetnek az ember is a része. Ahogy a természet a világban, akármelyik földrészen, északon, délen, nyugaton, keleten roncsolódik, pusztul, annak a szerves, élő, organikus része az emberi létezés és maga az emberi faj, amilyen mértékben pusztul és roncsolódik, ugyanolyan mértékben pusztul és roncsolódik az ember biológiailag, pszichésen és intellektuálisan is, idegrendszerében is. Vagyis most ugye olvashatjuk, éppen tegnap olvastam Guterresnek a nyilatkozatát, hogy most a tudósok összeálltak, és hogy az utolsó óra, és piros jelzés, és ha nem teszünk, még most megmenthető a Föld, de ha nem, akkor a jövő nemzedékek bele fognak pusztulni. És itt sem, ha olvasom azt, hogy ugye ugyanígy kellene figyelni az emberre is magára, mert ugyanígy pusztul, belepusztul ebbe az egész
önpusztító metodikában, hogy a föntartható fejlődés, János, hogy micsoda varázsszó, és a föntartható fejlődés nevében elpusztul föntarthatóan, amíg föntartható. Persze azért ez az ember pusztítja el. Ezt akarom mondani. De saját magát is, ezért mondani, ez öncsonkítás. Ülünk a fatör. Na most figyelj, János, képzeld el, mikor fölhívtál, hogy akar, vagy szeretnél velem beszélni, akkor én képzeld el, hogy eszembe jutott két vers, és én addig nem fogok elmenni, amíg föl nem olvasom mind a kettőt. Mert válaszok lesznek ebben is. Egy amerikai költőnő, egy Helen Miller nevű hölgy írt egy verset, és egy Handy Péter nevű költő, író lefordította, esszéista. A címe, tudod mi? Monet a festőről van szó. Monet nem akarja az operációt. Doktor, azt állítod, nincsenek glóriák Párizs utcalámpái felett. Betegség, amit látok. Az öregkor homálya. Elmondhatom, egy életbe telt, míg a gázlámpákat angyaloknak láttam. Puhult, foszlott, végül eltűnt minden körvonal. Mit sajnálsz, hogy élesen már nem rajzolódik elém? Megértettem, hogy a horizont vonala már nem létezik. Ég és a víz, bár sokáig szétváltak, egyé olvad nekem. 54 év telt el, míg megláttam Rouen katedrális, ahogyan épül a napsugár párhuzamos oszlopaira, s most kiigazítanád fiatalkori hibám. Alapzat és födém szilárd fogalmát, a fér háromdimenziós illúzióját, elválasztanád a hidat repkény takarójától. Hogyan magyarázzam, hogy a parlament épülete minden este a Temze olvadó álmává válik? Nem térek vissza az egymást nem ismerő tárgyak világába, mintha a szigetek nem egy hatalmas földrész elveszett gyermekei lennének. A világ fény özön, és a fény azzá válik, amire vetül. Víz lesz belőle, tavirózsák úsznak a vízen, a víz fölött, a víz alatt. Lila májva, és sárga, fehér, és égszínkék lámpákká olvad. Apró öklök adják tovább a napsugarat oly szaporán, hogy csak a hosszú, áramló szőrszálak képesek elkapni ecsetem belsejében. A fény iramát festeni. Súlyos formáink, e hosszúra szökők, a léggel lángolók, melyek gázzá varázsolják csontunk, bőrünk, ruhánk. Doktor, ha látnád, hogyan öleli magához a menny a földet, s vég nélkül duzzad a szív, hogy befogadja a világot végtelen kék páráival. Füst Milán, öregség. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? S hol vagy, ó csodálatos fülem is, amely
oly hegyes lett, mint a szamáré valamely édesbús nevetéstől. S hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is? S hol vagy te mellemnek oly irtozatos dalolása? S hol a kín, és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon, görbe bottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őz lábút, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? Örök sietés, hol a mohó száj, s hol a nevetésem? Úristen, hol a nevetésem? S a tárgytalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei. Hányszor leborultam a sötétben elétek? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén mondott Aiszkülosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve. Őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hulltak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom. Megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá. Nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség, mert mintha dobogat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, s a hegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz, ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán, hát elment persze. Csend lett végül is e vidéken. De a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem. S a feje körül tompa dereng.